Sziasztok! Már rég voltunk itt nálatok videóval, de most visszatértünk két nagy durranással. Ezekről fogok nektek beszélni. Az egyik a Marvel Fortnite Zero háború képregénykötetünk lesz. A másik pedig a League of Legends játékhoz kapcsolódó első regény, ami megjelent a világon. Az most magyarul is szinte a világpremier után nem sokkal érkezik, a Romlás címmel. Úgyhogy először a Marvel Fortnite-ot fogom nektek így elmondani a tudnivalókat, utána pedig a Romlás könyvről beszélek. Na, először is felolvasom a fülszövegét a webshopunkból a Marvel Fortnite Zero háborúnak. A Marvel univerzum megérkezett a Fortnite világába. A legkegyetlenebb csatatér a sziget lakói véget nem érő háborút vívnak, és csak egyetlen fegyverrel tudják megnyerni a Zero Point kristály szilánkjával, ami a Marvel univerzumban kötött ki. Pókember, Rozsomák és Shuri a Fortnite harcosok segítségére siet, hogy együtt levadásszák a rejtélyes Zero Point szilánkot. Wakandától a vadföldig, és még azon is túl viszi őket a hajsza, de vajon időben megtalálják-e ahhoz, hogy megakadályozhassák a katasztrófát? Mindkét világegyetem legnagyobb hősei fognak össze az elképzelt rend ellen, de van esélyük a győzelemre, úgyhogy még a Marvel legkegyetlenebb gonosztevője is a szilánk nyomába ered? És ez a gyűjtemény tartalmazza a Fortnite Marvel Zero War 1-től 5-ös számait. Ugye ezek megjelentek magyarul füzetben újságosnál, külön-külön füzetben, de azokat nem mi adtuk ki, viszont a fordítását mi végeztük, tehát a szöveg az ugyanaz lesz ebben a kötetben is. Ugyanaz a stáb készíti gyakorlatilag a képregényt, a magyar fordítást, tehát Urban Richard alias Ghost 4 Rider, akit mindannyian biztos, hogy szerettek, neki Német Levente segített a fordításban, és én magam, illetve Péter, aki itt ül amúgy inkognitóban a kamera mögött, tehát mi csináltuk a szerkesztést, úgyhogy a szöveg remek lett, Horváth Vivien pedig új ismét a korrektor, úgyhogy bízunk benne, hogy a szöveggel is tökéletesen elégedettek lesztek, úgy, ahogy múltkor is. Illetve ebben még szerepel a Fortnite X Marvel Nexus War Thor történet is. Valamint persze a bónuszkódot a 6 darab a Fortnite-ban feloldható Marvel témájú digitális tárgyhoz is tartalmaz a kötet. Illetve még egy csomó variáns borító is belekerült a kötetbe, gyönyörű borítók, amik szerintem a füzetben valószínűleg nem voltak külön benne, úgyhogy ez is extraként látható majd a könyvben. 6 item lesz, ugye a füzetekben volt mindegyikben egy-egy ajándéktárgy, és hogyha mind a 5 füzetet megvette valaki, akkor kinyithatott egy 6-at, és ez a 6 item lesz egy kóddal feloldható itt ebben a kötetben. Hogy ez hogy is néz ki, ugye akinek megvan ez a Marvel, vagyis a Batman Fortnite kötetünk, az tudja, de akinek nincs, az annak ezt megmutatom. Ugye ez ilyen méretű lesz ez a képregény, ilyen kemény támlás, nagy alakú, tehát jóval nagyobb méretű, és sokkal igényesebb kivitelű lesz, mint az újságosnál megjelent füzetek, ezt tudnatok kell. És itt a végén lesz ez az oldal, ahol ugye ezt a matricát föl lehet majd húzni, és ott találhatjátok meg azt a kódot, amivel az itemeket ki tudjátok nyitni. És itt még mutatok pár képregényt, amit mi adtunk ki, és kapcsolódnak ehhez a kötethez. Ugye Marvel kapitány elég jelentős szerepet kap ebben a képregényben. Neki ez az egy ilyen saját nagy alakú keménytáblás képregény jelent meg magyarul. A Thor képregényeket mi adjuk ki, ugye Thor Extra Story lesz a kötetben, de Thor amúgy ebben a 5 részes miniben is szerepet kapott. Ez a Thor képregény pedig a nemrégiben vetített Thor filmnek is az alapját nyújtotta, és még más Thor képregényeket is adtunk ki, ezeket mind megtaláljátok a webshopunkban. Illetve, ugye ez a Loki kötet ez most jelent meg, de itt nem a Loki az érdekes, mert Loki azt hiszem nem szerepel ebben a Marvel Fortnite képregényben, viszont Fatum Doctor, Dr. Doom az annál is inkább, és ebben a Loki képregényben ő elég jelentős szerepet kap. Úgyhogy ezek most azok, amiket így hirtelen összetudtam szedni, hogy bemutassam, hogyha nektek tetszik ez a Marvel Fortnite képregény, majd akkor ezekkel tudjátok folytatni a kalandozást a Marvel univerzumban. Ja igen, a zárról beszéljünk még.
ugye a kötet 7995 forint borítóárral jelenik meg, de kedvezményesen tudjátok a webshopunkban megrendelni, jelenleg 25% kedvezménnyel tudjátok előrendelni, 5995 forintért. Ez a megjelenésig lesz ilyen áron elérhető. A megjelenés várhatóan november végén fog megtörténni a világpremiérrel egy időben. Amit még fontos tudni, hogyha a webshopunkban szeretnétek előrendelni ezt a terméket, csak kártyás fizetéssel fogjátok tudni, amennyiben szállítással szeretnétek előrendelni. Viszont, ha személyesen akarjátok átvenni itt az irodánkban a 14. kerületben, akkor lehet simán nem kártyás rendelést is leadni rá. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan itt kommentben tegyétek föl, fogunk rá válaszolni. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a képregényt is annyira szeretni fogjátok, mint a Batman Fortnite-ot, ami minden idők legsikeresebb Fumax képregénye lett, és már alig van belőle pár darabunk, holott még csak egy éve jelent ugye meg. Szóval nagyon köszönjük nektek ezt a hatalmas támogatást, és remélem, hogy ezzel a Marvel Fortnite képregénnyel is ugyanennyi örömet fogunk nektek szerezni. És akkor most beszéljünk a League of Legends regényről, a romlásról. Ennek is gyorsan felolvasom a fülszövegét. Sodró lendületű regény, minden idők egyik legnépszerűbb videójátéka a League of Legends és az elsőprő sikerű Netflix sorozat az Arkane univerzumában. Karnavor kegyetlen birodalom, véres örökséggel, lovagjai nyomában pusztítás és halál jár. Kalista, a tehetséges harcosnő, azonban változtatni akar ezen. Amikor fiatal és önhit nagybátyját, Viego-t megkoronázzák, a lány megesküszik, hogy tanácsadóként és tábornokként csillapítja az uralkodó romboló hajlamait. Ám tervei semmivé foszlanak, amikor egy orgyilkos mérgezett tőre megsebzi Viego feleségét és gyógyíthatatlan betegségbe taszítja. Ahogy a királyné állapota romlik, úgy süllyed Viego egyre mélyebbre a gyász és az őrület mocsarába, ami azzal fenyeget, hogy egész Karnavort magával rántja. Kalista kétségbe ejtő kockázatot vállal a királyság megmentése érdekében. Rég elveszett áldott szigetek keresésére indul, ahol a mendemondák szerint gyógyírt találni a szörnyű korságra. Csak hogy az áldott szigetek fővárosát ekkor már megfertőzte a romlás, a küszöbök őreinek egyike igyekszik saját sötét tervei érdekében felhasználni Kalisztát. Könnyen lehet, hogy a tábornoknak végül választani kell a Viego iránti hűsége és a között, amit ő maga helyesnek tart. A kérdés csak az, megmentheti-e a világot egyetlen nemes cselekedet fénye a romlás sötétségétől. A romlás izgalmas, intrikával és küzdelemmel teli történet, amely biztosan örömet okoz a fantasy műfaj rajongóinak. Anthony Ryan, a Varin ciklus és a Pária szerzője véleménye volt ez. Igen, a kötetet amúgy Anthony Reynolds nevű író írta. Első pillanatban, amikor annó megláttam a borítót, én megmondom őszintén, összekevertem a saját fantasy szerzőnken Anthony Ryan-nel, de ez nem ő, ez egy másik író, de Anthony Ryan is méltatja ezt a könyvet. Ugyan én még nem olvastam a kötetet, mert nem én szerkesztettem, de ugye már megjelent kint angolul, nagyon-nagyon jók az értékelései, iszonyú siker lett kint, persze mi is erre számítottunk, hogy nagy siker lesz, ez be is jött, remélem itthon is az lesz, és ugye ajánljuk, felsoroltuk, hogy kiknek, de már azoknak is ajánljuk, akiknek semmilyen ismerete nincs a League of Legends világával, és csak fantasy sztorikat szeretnek olvasni, nekik is remek szórakozást fog ez nyújtani. Ugye bemutatok most itt egy könyvet nektek, hogy el tudjátok képzelni, hogy ez hogy fog kinézni, és Anthony Ryannek a legújabb regénye, ami most jött ki, ez a kötet, de ez a League of Legends regény is pontosan ugyanilyen formátumban fog megjelenni. Egy 100 oldallal az vékonyabb lesz, mert ez egy 600 oldalas kötet, az 460 oldal körül lesz. És ugye ezen az előzéken viszont színes kép is fog helyet kapni ott a LOL könyvben, illetve illusztrációk is lesznek a kötetben.
szóval nem csak egy szimpla szöveg lesz. Nem sok illusztráció, tehát nyilván ne egy képregénynek gondoljátok, de néhány nagyon gyönyörű festmény lesz még benne. Nagyon, nagyon örülünk, hogy egy ilyen nagy kaliberű regényt tudtunk szerezni, hiszen az utóbbi időben az Assassin's Creed regényei voltak csak azok, amik a Fumax Gaming brand alatt megjelentek, kint nem igazán voltak annyira izgalmas videójátékkönyvek az utóbbi években, hogy ez a fantáziánkat felkeltette volna, de ez a LOL regény ez mindenképpen olyan volt. Ahogy tudomást szereztünk róla, azonnal lecsaptunk rá, és nagyon bízom benne, hogy ez a karácsonyi könyvpiac egyik nagy sikere lehet. Ez a kötet is novemberben fog megjelenni. Köszönöm a figyelmeteket! Ha szeretnétek, hogy gamer videók is újra minél több jöhessen a csatornára, azért lelkesítsetek, mert kicsit el voltunk havazva itt a sok melóval, úgyhogy nem nagyon jutott sajnos időnk, azért játszunk, ne ijedjetek meg, játszunk itt szabadidőnkbe, de videót sajnos nem tudtunk az utóbbi időben összehozni, de remélem, hogy ez is változni fog majd hamarosan. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és találkozunk máskor. Sziasztok!